Sargeras Argusba érkezése előtt Takia páratlan tehetségű varázsló volt, aki az Eredar mágusok rendjét, a vékönöröket vezette, akik a varázslás művészetének szakértői voltak. A mágusok titokzatos konstrukciókat idéztek meg, hogy segítsenek felépíteni Argus fővárosát, még Takia maga dolgozott ki gépeket a bolygó rejtett energiáinak fókuszálására. Munkája miatt a varázslót nagyon csodálták, viszont pletykák is keringtek arról, hogy Takia fiatal tanítványa Archimond mestere erejére és befolyására vágyott, de maga a főmágus nem hitt ezekben az állításokban, mivel Archimond odaadását tanúsította iránta, és még az egyedi készítésű koronát is elkészítette számára. Üdvözletem, hölgyeim, uraim, én Szilandor vagyok, és itt az ideje, hogy a következő Warlock Artifact Weapont is átbeszéljük, méghozzá a Manarik koponyáját, tehát a Manarik valójában azok az eredárok, akik hűséget esküdtek a légiónak. És hogy kinek is a koponyájából készült ez az artifakt, az nem volt más, mint Takiel, valamikor Eredar főmágus volt Arguson. De nézzük is egy kicsit részletesebben. Takiel az a fajta mágus volt, aki szinte sosem pihent és nem ült a babérjain, és folyamatosan többre vágyott, nagyobb hatalomra, keresve a módját, hogy az ébredő mágusok lányát elképzelhetetlen szintre emelje, és a varázslatai a sötétség felé sodorták őt a még nagyobb hatalomhoz. Sötét jelenlétet kezdett el suttogni felé ez az erő, és elképzelhetetlen erejű víziókat mutatott neki, és lehetővé tette a varázslónak, hogy különféle kisebb démonokat kezdjen el megidézni, amelyeket később ez a mágus át is adott a többieknek. Ezt a rejtélyes szenvedélyt csak a felmágia tartotta fent, Takiel úgy gondolta, hogy ez egy új korszak kezdete is lehet, és megmutatta ezt az erőt Velennek és Kil'jadennek is. Az Eredar uralkodó körének jelenlétében Takiel úgy mutatta be új képességeit, hogy először régi misztikus konstrukcióit megidézte és rendezte őket nagy sorokba, aztán pedig megidézett egy pokoli meteorvihart, hogy elpusztítsa őket, szimbolizálva, hogy ez az erő, amit most kapott, teljes mértékben túltesz az eddigieken. Kil'jaden arckifejezése nagyon távoli volt és kifürkészhetetlen, de Velen keményen elítélte Takiel tetteit és megtiltotta neki, hogy démonokat idézzen erre a világra. A Vékönör mágusok folyóirata szerint Takiel a katasztrofális demonstráció után hetekig visszavonult. Nem evett, nem aludt, egyetlen társai a démoni csatlósai voltak, akiket megidézett. Takiel évszázadokat öregedett hetek alatt, a háta kicsavarodott és meggörnyedt, és furcsa csillogás volt a szemében, ezután pedig összehívta az ébredőket, tehát a Vékönör mágusokat, majd csak annyit mondott nekik, hogy úgy tűnik, hogy elkezdődött az új korszak. Titokban Takiel és a Vékönör mágusok folytatták démoni kísérleteiket, és egyre erősebb démonokat idéztek meg, és egyre erősebb varázslatokkal próbálták meg elrejteni az eredárok elől, hogy mi is történik a bolygójukon. Idővel hatalmas démoni sereget gyűjtöttek össze, azzal az egyetlen céllal, hogy Takiel legyen Argus új vezetője. Szinte minden mágus Takiel mellett állt, de a saját tanítványa Archimond viszont nem. Ennek természetesen óriási harcok lettek az eredményei, amit maga Archimond vezetett egykori mestere ellen. Miközben Takiel újabb erősítést próbált hívni a démonokból, Archimond egyetlen mozdulattal lefejezte korábbi mesterét. Összefoglalva, Takiel történetei kicsit más megvilágításba helyez egy olyan népet, amely kifejezetten pozitív színben volt mindig ábrázolva Sargeras érkezése előtt, de mint látjuk, ez egyáltalán nem így van. Ősi és hatalmas nép voltak Takiel története, és az a tény, hogy Archimond és Kil'jaden milyen gyorsan igent mondtak Sargerasnak, azt sugallják, hogy azért ez a nép is könnyen megrontható volt, mint bármelyik másik az univerzumban. És éppenséggel teljes mértékben érdekes, hogy Archimond sem azért ölte meg a mesterét, mert annyira el lett volna szeparálva a démonok ötletétől, szimplán csak a helyére akart lépni, és ráadásul a mágus mesterének koponyája egy nagyon erős artifakt lett.
Arkimond feldíszítette egykori mesterének a koponyáját és figyelmeztetésül mutogatta, hogy mi vár azokra, akik a felmágiát használják és a démonokkal üzletelnek. Viszont, ahogy az előbb is említettem, Arkimond sem volt más, csak szimplán a mestere helyébe akart lépni. Később Mephistroth volt az, aki használta ezt a koponyát, és méghozzá azért, mert ezzel képes volt megidézni és parancsolni egész démoni seregeknek a légió számára, tehát elmondhatjuk, hogy Talkiel még halálában is egy nagyon erős személy volt, és ami talán a legfurcsább az egészben, hogy egyáltalán nem vesztette el a tudatát, miközben koponya volt. Amikor a Black Harvest egyik varlokja, aki természetesen, mint tudjuk, a játékos maga, ő volt az, aki megtalálta ezt a koponyát, természetesen ez sem volt egyszerű, hiszen a démonok nagyon is erősen őrizték ezt a koponyát, és azt hiszem a találkozásuk is nagyon szívemarkoló volt, amikor először megérintette a varlok a koponyát. This one is powerful, but stupid. It would make a worthless minion. Viszont miután már jó pár harcban részt vettek, akár csak Alunet, még mondhatnám, hogy Talkiel is meg tud enyhülni egy kicsit. Your skills have improved significantly since we first met. Given a few thousand years, you may even rise to the level of my best apprentices. Skacok, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és végighallgattátok Manari történetét, vagyis inkább Talkiel történetét, ha pontosítani akarnék, és nem sokára jövök a következő és egyben utolsó Warlock Artifact Weaponnel, addig is legyetek jók, sziasztok!